Dicsértessék a Jézus Krisztus! Örökké, amen! Kedves testvéreim, a mai szentmisénket a Hozsanna énekeskönyv 232-es énekének első verszakával kezdjük. A Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel és hálatelt szívvel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, ezen a mai ünnepen, Szent Lukács evangélista ünnepnapján köszöntöm a jelenlévő testvéreimet itt a Gazdagréti Szentangyalok templomban, és mindnyájatokat otthonaitokban, akik az Apostol Televízió szolgálatával bekapcsolódtok az eukarisztia ünneplésébe. Öröm számomra, hogy együtt misézhetek Mátyás Károly atyával, aki nem régóta kovásznai plébános lett, és közénk látogatott, hogy hálát adjunk a Jóistennek az ő szeretetért, papi szolgálatunkért. Ma többszörösen is ünnepnap van. A liturgikus ünnep mellett nagy szeretettel köszöntjük Jacenko József testvérünket, 80. születésnapja alkalmából, Isten éltesse sokáig. És emlékezéssel gondolunk az egy évvel ezelőtt elhunyt és most templomunkban nyugvó Holzer Jenő testvérünkre is, akinek lelki üdvért majd a koncelebrálás által a másik Károly atya ajánlja fel a mai szentmisét, én pedig József testvérünkért születésnapján. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Krisztus, legyen!
Dicsőség a magasságban Istennek. És az ő még tesszük, a jó akaratú emberek. Dicsőség véget, lányom éppen, imádok éppen, majd aztánom éppen, Istenünk, te Szent Lukácsot kiválasztottad, hogy ige hirdetésével és írásaival hirdesse a szegények iránti szeretetedet. Add, hogy minden keresztény egy szív, egy lélek legyen, és minden nép meglássa az üdvösséget. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent lecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Szeretett fiam! Démász elhagyott a világ kedvéért, és Tesszalonikiba ment, Krestens Galáciába, Titus meg Dalmáciába. Csak Lukács van mellettem. Márkot is vedd magad mellé, és hozd el, jó szolgálatot tenne nekem. Tihikuszt elküldtem Efezusba. Köpenyemet Troászban hagytam, Kárpusznál, ha jössz, hozd magaddal. A könyveket is, főleg a pergamentekercseket. Alexander, a bronzműves, sokat ártott nekem, az Úr megfizet majd neki tettei szerint. Te is óvakodj tőle, nagyon ellenszegül tanításunknak. Első védekezésem alkalmával senki sem állt pártomra, mindenki cserben hagyott. Ne számítson nekik bűnül. Ám az Úr mellém állt, és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését, és tudomást szerezzen róla minden pogány. Ez az Isten igéje. Istennek legyen választottalak
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettessével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amiük van, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek, elérkezett hozzátok az Isten országa. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, kedves Károly atya, jelenlévő testvéreim, az Apostol TV kedves nézői, Szent Lukács evangélistára tekintünk, aki orvos volt. Ő egyúttal az orvosoknak az egyik védőszentje is. De amiért ezt elsőként megemlítjük, az ő módszerére, nyitott szívére, kutató érdeklődésére vonatkozik. A diagnózist föl akarta állítani, a hitnek a diagnózisát, azt a tudást, annak hátterét, gyökereit, hogy miből táplálkozik a Krisztust követő embereknek a gondolkodása, élete, életvitele. Antiókiai pogány családból származó orvos volt, akit valószínűleg Szent Pál apostol térített meg antiókiai működése idején. Hallottuk a Szent Leckében, arra hivatkozik éppen az apostol az adott helyzetben, hogy a mellette ott van Lukács, akiről olyan szépen írja a Zsolozsma mai himnusza a reggeli dicséretben, hogy ismerte vagy vizsgálta lelki értelemben Szent Pálnak a szívét, ismerte a szándékait annak az apostolnak, aki ugyan nem tartozott a 12 közé, de megkapta a főapostoloktól, hitelesítettem, és a csodálatos magán kinyilatkoztatásából a damaszkuszi úton megkapta az Úr Jézus Krisztus kegyelmét, meghívását az apostoli szolgálatra. A történet írás szerint Szent Pál második apostoli útja alkalmával csatlakozott hozzá Szent Lukács is, vele együtt hajóra szállt és Európába indult. És ettől kezdve lett Szent Pálnak hűséges társa, leszámítva azt a 7 évet, amelyet mint püspök Filippi városában töltött. Kísérte tehát az apostolt, és kutatta az evangélium hátterét, kutatta az eseményeket, igyekezett hitelesen beszámolni az egyház életéről is, hiszen tudjuk, hogy nem csak az evangéliumot, az egyiket a 4 közül, Lukács evangéliumát tulajdonítjuk neki,
hanem az apostolok cselekedeteinek a könyvét, amely mint egy folytatása az evangéliumnak és az egyház kibontakozásának, a hit terjedésének módját és útját tárja fel ebben az igen fontos írásában, amellyel keresztény elődeink az ősegyház életét megismerhetjük. Szent Lukácsról a kegyes hagyomány, de maga az ő evangéliuma tanúskodik oly módon, hogy az irgalmas Istennek a bemutatója, aki egyrészt mondhatjuk így, hogy a szegények evangéliumát írta meg, másrészt a nők evangéliumát, hiszen fontos szerep jut írásaiban az Úr Jézust követő asszonyoknak, és érzékeny, mai szóval élve, szociális érzékenységgel fordul a szegények iránt, és úgy mutatja be az Úr Jézust és az ő örömhírét, ahogyan már Izaiás próféta korábban megjövendölte, és ahogy Jézus ezt magára vonatkoztatta, eljöttem, az Úr lelke van rajtam, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. Egy másik nagyon szép és kegyes hagyomány arról szól, hogy Szent Lukács, mint ikonfestő, megfestette a szűzanyának a képét. Ez valójában lelki értelemben is érzékelhető, vagy inkább így értelmezhető, nem feledve azt, hogy a leghosszabb gyermekség történet a négy evangélium közül Szent Lukács evangéliumában található. Ő az, aki a szűzanya meghívását az angyali üdvözlettel kezdődően bemutatta anyasságának várakozó vonásait is, a kegyelemmel teljes állapotát, szolgálatát, útját, Erzsébethez a születés történetet, és még a gyermek Jézus életéből sok szép történetet, a templomi bemutatást, illetve a 12 éves Jézus esetét, ezeket bemutatva egyúttal az ő édesanyjának az alakjára is rámutat Szent Lukács evangélista, hogy megismerhessük azt a szolgáló szeretetet, az Úr alázatos szolgáló leányának lelkületét, amit a szűzanya tanúsított. Sok mindent köszönünk tehát a mai napon, ezen a liturgikus ünnepen Szent Lukács evangélistának, legfőképpen azt, hogy az Úr Jézus szeretetébe be tudunk lépni az ő írásai nyomán, hogy tudjuk folytatni azt a hagyományt, amely a Szentlélek kiáradásával elkezdődött már az első pünköstkor az ősegyház életében. Meg tudjuk élni ma is a krisztusi értékrendet, és bennünk is ott van Krisztus evangéliumának legfontosabb szándéka, az elesettek, rászorulók iránti együttérzés és a szolgáló szeretet vágya. És természetesen formáljuk magunkban a szűzanyának, az Úr alázatos szolgáló leányának vonásait is Krisztus követésében. Kérjük a nap szentjét, hogy segítsen minket égi közbenjárásával az evangéliumi életre, hogy az ige ne csak szó maradjon, hanem lélek és élet. Amen. Most kérjük testvéreim az isteni igét, Urunkat Jézus Krisztust, hogy kegyelmével tegye fogékonnyá lelkünket az evangélium örömhírének befogadására, és hirdetői lehessünk igéinek.
Add, Urunk, hogy fogékony lélekkel fogadjuk igéidet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy alkalmas szolgái lehessünk evangéliumod örömhírének. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy Szent Lukács evangéliumából megtanuljuk és gyakoroljuk az irgalmasságot. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy egész életünkben álhatatosan kitartsunk hivatásunk mellett. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy az evangélium befogadása megnyissa nekünk országod ajtaját. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a 80. születésnapját ünneplő József testvérünk, szerető hitvese és családtagjai továbbra is élvezzék kegyelmet kiáradásának bőségét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy az egy évvel ezelőtt elhunyt templomunkban nyugvó Jenő testvérünket viszont láthassuk örök országodban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, a mennyei Atya akaratát és üzenetét az apostolokra bíztad, és az evangélisták által reánk hagytad. Kérünk Szent Lukács közbenjárására, add, hogy írásaiból megtanulhassuk az igazi keresztény életet, az irgalmasság lelkületét, és földi édesanyád a boldogságos szűz helyes tiszteletét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön, örökké. Amen. Most folytatjuk a 232-es éneket a felajánlási verszakkal. Köszönjük, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből ez áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Hadd meg kérünk Istenünk, hogy mennyei ajándékaid erejéből szabad szívvel szolgáljunk neked. Legyenek ezek az adományok, melyeket Szent Lukács ünnepén elét hozunk, hathatós oltalmunkra és dicsőségünkre, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, mert megadod egyházadnak, hogy az apostolok szilárd alapján álljon, a te szentséged örök jeleként maradjon fenn itt a földön, és tanúságot tegyen a mennynek országáról minden népnek. És ezért az angyalok egész seregével együtt most és mindörökké zengjük, és hálás szívvel énekeljük.
Úton szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked, ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Hadd, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Lukács evangélistával és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, Péter főpásztorunkat, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg, Urunk, Jenő szolgádról, akit egy évvel ezelőtt magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Amikor a holtakat életre kelti a föld porából, s romlandó testünket megdicsőült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig, a templomunkban nyugvó híveket, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba. Ott majd reményünk szerint velük együtt
mi is dicsőségedben örökre részesülünk, amikor letörölsz szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért üdvözítünk szavára és tanításán felbátorodva így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlítom magait, hanem csak egy szóval, és meggyógyulsz az életem. Kedves testvérem, a 123-as éneket fogjuk énekelni. Most vagy az én bor, Jézus.
Kedves testvéreim, most elimádkozzuk a lelki áldozás imáját, hogy azok a testvéreink, akik otthonaikban imádkoznak most velünk, ilyen titokzatos módon, kegyelmi találkozásban részesüljenek az Úr Jézussal. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, s védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy szentté tegyen minket ez a kenyér, melyet oltárodnál kaptunk, és erősítsen meg az evangélium hitében, amelyet Szent Lukács hirdetett, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, gyermeki ragaszkodással fordulunk a szűzanyához, hiszen lelki szemeink előtt látjuk mindig az ő példáját és képét, az ő ikonját, amit és akit követni szeretnénk. A 183-as ének első és második versszakával fejezzük ki a szűzanya iránti szeretetünket. Most pedig a Jóisten áldását kérem mindnyájatokra, a jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV és a Hegyvidék Televízió kedves nézőire. Legyen velünk az Úr, hogy megéljük az evangéliumi életet, ne csak szóval kövessük Krisztus evangéliumát, hanem ez életté váljék bennünk. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A szentes áldozatot bemutattuk járványvédjével. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátánhoz kísértés jelen légy oltalmunk, esedezhetve érő, parancsolja neked az Isten, te pedig menj és seregek szemére, a sátán és a többi gonosz szelleme, akik a lelkek esztére kerüljel járnak a világban, Isten erejével, Jézusom szent szíve, remélek és bízom benne, Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörögjélek, magyarok szent őr angyala, könyörögjélek, Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögjétek ére, mindjárt szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögjétek ére. Thank you.
Jézus.